Marokkóban 2000 afrikai bevándorló ruhamozta meg a melilla-i határkerítést, hogy bejusson az észak-afrikai spanyol enklávé területére. A tömeget visszaszorítani próbáló marokkói rendőrökkel 2 órán át tartó heves összecsapás alakult ki. A tülekedésben 5 migráns meghalt, 76 megsebesült, 130 pedig átjutott a határkerítésen, ők egy helyi migráns központba mentek. Az incidensben 140 marokkói biztonsági ember is megsérült. Melilla és Ceuta, Spanyolország másik apró észak-afrikai enklávia, az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa Afrikával, ami mágnesként vonzza a bevándorlókat. A határátkelőnél történt csetepati az első volt azóta, hogy Marokkó és Spanyolország márciusban helyreállította diplomáciai kapcsolatait.